Jó estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és nagyon örülök, hogy ebben az új kezdetben, ami valójában folytatás, én részt vehetek úgy, hogy szólhatok mindarról, ami fontos az életben az én optikám szerint és a szakma szemléleti kereteiben. Nem tudok elvonatkoztatni attól természetesen, mikor személyes vonatkozásokat is belefűzök mondani valomba, hogy pszichológusként én szolgáló személyiség vagyok. Szolgálom az emberi lelket, és építem, erősítem, hát ha van testedzés, testépítés, az pedig van bőven a mi kultúránkban, és a testépítés úgy válik részévé, szinte a kötelező karbantartásnak, hogy azt mondjuk, hát akkor adj már magadra, és hát hogy nézel ki, a testedet erősítsd. Tehát a lelket és az életet is erősíteni, építeni kell. De mégis, mikor arról van szó, hogy lélek erősítés, lélek építés, hol is kezdjük ezt el? És amikor elgondoltam, milyen nehézséget okoz nekem személyesen önmagamról beszélni, azt gondoltam, ha elfogadják, hogy annak a szemléleti kereteiben fogok szólni majd a személyes vonatkozásokról, ahogyan látom ezt a világot, és megpróbálom elmondani azt a világot, amelyben élek úgy, ahogyan megélem, hát ha mi magunk is együtt rátalálunk olyan közös nevezőkre, közös megállapításokra, véleményekre, hitekre, meggyőződésekre, amelyek, ahogy engem éltettek és éltetnek, úgy önöket is, mindannyiunkat éltetnek. Bertók Lászlónak, a pécsi költő, Kossuth-díjas költőnek, ő tényleg Kossuth-díjas volt. Van egy nagyon szép verse, és egy pár sort szeretnék belőle idézni. Mert mind tudjuk, hogy élet és halál a pillanat tört hegyén dől vagy áll. A pillanat csúcshegyén, tört hegyén. A pillanat, tehát nehéz hogy azt a szót kimondjam, a pillanat csúcshegyén, a hegyén, dől vagy áll. Elmenni kevés, bennmaradni sok, emberi azt tesz, ha megszólalok. Valójában, hogy a pillanat csúcshegyén, törhegyén, tőrhegyén, hogyan áll az életünk, azt úgy gondolom most mindannyian jól megélhetjük. De az a két sor, ami még a második két sor hozzátartozik ehhez a mondandóhoz, hogy egy elmenni kevés, bennmaradni sok, emberi azt tesz, ha megszólalok. Annyira szeretném, hogy valamiként kitűnjön ma este, hogy az, hogy mi egymással tudunk kommunikálni, az, hogy meg tudjuk osztani gondolatainkat, véleményünket, hitünket, meggyőződésünket, és hogy tudunk közösségben létezni, az milyen hatalmas megtartó erő. Az egész életemet átszőtte az a bizonyosság, hogy tartozni valahová, egy családhoz tartozni, amelyiknek van egy szeretet kapcsolatból eredő, olyan megtartó ereje, ami messzire sugárzik, és a legnagyobb magára hagyottságomban is azt üzeni, hogy nem vagy egyedül, mert te tartozol valahová. És ennek a megélése egyben módot ad, hogy utaljak saját életem kapcsán arra, hogy mit jelent nekünk családban élni, közösségben élni, közösséghez tartozni. Mit jelent az, hogy a közösség az eleve nem csak közös ég alatti, hogy valahol van egy földrész, egy táj, egy egysége a világnak, ahová kötődünk, ahová a gyökereink kötnek, és ahonnan erednek a mi életünknek, az életfának mind törzse, mind ága. Nem csak azt jelenti, hogy földrajzilag is valahová a mi identitásunk, létezésünknek a bizonyítéka, bizonyossága tartozik, hanem azt is, hogy ez él olyan módon, hogy mi egymással hogyan tudunk építő, egymást erősítő lelki közösségekbe kerülni. Talán hadd kezdjem azzal, hogy mivel 1941-ben születtem, háborús időkben egy olyan helyzet fogadott, azt a pici babát inkább így mondom, egy olyan helyzet fogadta, amiben éppen az édesapám orosz hadifronton volt tábori lelkész,
és hát bizonyos hazalátogatott a családjához. Tőlem alig 10 hónappal idősebb bátyám, testvérem élt, és én megfogantam úgy, hogy meg kellett fogadni. Ez egy olyan sajátos dolog, átszövi az életemet sokszor az a gondolat, de rosszkor, és én mégis megfogantam, mégis meg kellett születni, és az, hogy éppen akkor, és én megfogantam, és megszülettem nagyon nehéz időben, ahol a családom szinte összekapaszkodva, hogy a létfeltételeket meg tudják teremteni. Vidékre kerültünk, ahol rokoni kapcsolatok segítségével tudott a család, nagyszüleim is éltek, valahogyan összekapaszkodva létezni, és volt betevő falat. Ilyen körülmények között gyermeket vállalni és elindítani az életbe, gondoljunk bele, hatalmas felelősség, de nem merült fel a szüleimben, de senkiben sem akkor tájt, hogy egy életet elpusztítsanak, hogy valahogyan ne engedjék az életre kívánkozót megszületni. Na, ilyen körülmények között én a legkisebb koromat, azt az időszakot, amikor még nem eszmél az ember a világra, de ugyanakkor már mindent magába tud fogadni úgy, hogy az emlékezetnek csak a képi, képzeleti, tehát jobb, úgy hagy mondjam így, az érzelmi, agyi, jobb agyféltekei folyamatai működnek, amelyek mindent lefilmeznek, mindent lefényképeznek, mindent befogadnak, és szinte rétegesen, nem időrendben, hanem az élményeknek az érzelmi jelentősége mentén elraktároznak olyannyira, hogy még a sejtekbe is el van izmaink sejtjeibe, testünk szerveibe el vannak raktározva a sejt memóriában mindaz, ami velünk történik. És mi az, amit egy ilyen nehéz szituációban induló gyerek elsajátíthat és beszívhat magába? Ha belegondolunk, az a háborús helyzet, ő üzenhetett volna annak a pici gyereknek, aki éppen magába fogadja a világot öntudatlanul, önkéntelenül, ahogy az anyatejet úgy fogadja be mindazt, ami éri. Lehetett volna ez az üzenet olyan is, hogy minek élsz, terhünkre vagy, vagy bármi hasonló. De egészen más volt az, amit kaptam, amit később aztán már tudatos, főként pszichológussá válásom idején, olyan kincsként őrzök az életemben, hogy a család, ami a legrosszabb körülmények között is, a legnegatívabb helyzetben is tud egy olyan életerőt sugározni, nem csak táplál, hanem olyan kötőanyag, érzelmeket ad, megköt, beleköt az emberi világba. És amikor kötődésről beszélek, akkor engedjék meg, hogy elmondjam, ma már tudjuk, akkor még senki nem tudta, a pszichológusok közül sem, hogy a legelső életidőszakban, az első életév olyan, amikor mi biológiailag is igazolhatóan a szervezetünkben, idegrendszerünkben írunk, kialakítunk olyan pályákat, amik alkalmassá teszik az embert arra, hogy ragaszkodjon, kötődjön, szeretni tudjon, hogy hűségesnek lenni, oda tartozni, azt érezni, hogy én ott vagyok és oda tartozom. Ezeket az érzéseket mi tulajdonképpen ebben az első életévben kötelezően építjük ki. Mert most már ott tartunk a tudomány ismeretei révén, hogy az epigenetika, a környezet és a genetikai program összefüggésével és eredményeivel foglalkozó tudomány azt igazolja, hogy valójában mi programokkal, magunkkal hozott programokkal számtalan lehetőség birtokában úgy születünk meg, hogy valójában a programok azok a hardware, a program a bölcsőtől a sírig, megvannak a pontos életszakaszok, minden életszakasznak feladata van. Konkrétan biológiailag is hogyan fejlődjünk testünkben, mozgásunkban, de lelkileg is, hogy mit vegyünk át a világból, mit építsünk magunkba. És hogy ez az első életév az, és hát minden kismamának is üzenem, vagy jövendő anyukának, ez az első életév az, amikor úgy szól a program a külvilág felé, a genetika üzenete, hogy én kinyílok arra, hogy te adj nekem olyan mintát, olyan ingereket, amik arról szólnak, hogy én a pici lény fontos vagyok neked és a világnak. És ezzel építjük ki az első életévben a ragaszkodás, a kötődés, a szeretet, olyan fajta képességét, ami kialakítható úgy, mint egy biztonságos kapcsolat, tehát
engem körülvesz egy óvó, védő környezet. Ellátnak, táplálnak, nem hagynak magamra. Ez mind egy olyan fajta ellátmányt jelent a genetikailag készen álló, és az egész úgynevezett kötődési munkamodellt, idegrendszeri modellt megépítő belső folyamatnak, hogy tulajdonképpen mint zárba a kulcs, úgy mondjuk kulcsinger. Kulcsinger a szeretet, a törődés, a gyerekkel foglalkozás, az állandó jelenlét, az, hogy a szeme sugara az anyának ott van a gyermeken. És ma már tudjuk, hogy mit jelent a szem sugara. Hát ha én rád nézek, és te én rám, mi kölcsönösen érzelmi, agyilag már ingereket küldünk egymásnak. Vagyis, hogy azt is mondhatnám, hogy érzelmileg izgatjuk egymást, azért, mert a tükörneuronokon keresztül mi érzelmi erőket közvetítünk, mint ismeritek ezt a fogalmat, hogy azonos hullámhosszon lenni. Ugye ezt szoktuk használni. Úgy vagyok veled azonos hullámhosszon, hogy én már a te tükörneuronjaidnak, mint egy leolvasom azt az állapotát, amiben te vagy, te meg az enyémet, és ennek a kapcsolódása, együttrezgése folytán tudunk egymással olyan kapcsolatba kerülni, hogy én adok neked energiát, te meg nekem. De ezek óriási dolgok. Most azért még itt, azért időznék ennél még egy kicsikét, mert nem olyan nagyon rég tudjuk, hogy úgy történik az érzelmi nevelés megalapozása, hogy úgy lesz nekünk saját érzelemvilágunk, hogy mi csak megkapaszkodási ösztönnel születünk. Mert a baba, ha megszületik, és a hozzá nyúlsz a kis kezéhez, akkor rákulcsol, ráfog, de ez ösztön, ez a megkapaszkodási ösztön. Vagy hogy párnájára ütsz, akkor átkaroló mozdulatot, ez ösztön, de hogy az ösztön fölött mi az, ami aztán már a tanult, az, hogy én hogyan kapaszkodom abba, aki nekem táplálékot ad. De nem csak táplálékot ad fizikailag, hanem amikor az édesanyja szoptatja a babáját, akkor egy különleges kapcsolat történik, mert a szemével ugye ránéz a babára, a baba meg ő rá. Tehát a tükörneuronok már a 9 perces újszülöttnél bekapcsolódnak, működni kezdenek, felvesznek hatásokat. Mit? Az édesanyja csillogó szemét, azt, hogy ránéz a babára, és kinyitja a tükörneuron kaput, és miközben testéből táplálja, eközben érzelmileg táplálja, viszi be azt, hogy fontos vagy nekem, de jó, hogy élsz, te vagy az én szemem fénye, nem szoktuk mondani. Na most hát ezt mind azért mondom el, mert én örülök, hogy oda eljutott a tudomány, hogy még azt is magyarázni tudja, hogy milyen hatásokra alakul ki a gyerekben egy úgynevezett ősbizalom. Háború ide, válságok oda, de ha van egy olyan fajta odatartozási, megkapaszkodási, kötődési erő bennünk, és ez egy erő, ami kibontakozik, és biológiailag is megvannak ezek a kötelékek lényegében, amik engem alkalmassá tesznek, vagy téged, hogy tudjunk olyan módon egymás számára fontosak lenni, hogy tudjunk nem csak szeretni, hanem hogy tudjuk a másikat tisztelettel elfogadni, és ha rád nézek, akkor emberi méltóságodban tudjak iránta tiszteletet érezni. És ha belegondoltok, hogy úgy épül föl a fejlődés, elképesztő, hogy megalapozó kicsi rétegekben, és amikor én beszéltem arról, hogy a sejtjeimben, meg a tieidben is benne vannak az ős tapasztalatok, nem félrebeszélek, hanem tudjátok, Nobel-díj adtak a sejtmemória felfedezéséért. Hogy minden pici sejted, nem csak sejt, hanem tud mindent a nagy egészről. Az a pici magzat már minden osztódó sejtjében megosztja a tudást egymással, és tulajdonképpen minden tudásod, minden sejtedben ott van, még azt is tudjuk, hogy a sejthártyán lakik, hogy ott fészkel a memória, amelyik ezért izmaidba lehetnek emlékek, ezért szerveidbe lehetnek emlékek, az egész lényünkben lehetnek emlékek, és ezért beszél ma ugye a pszichoszomatikus hálózatról és testelméről a tudomány, hogy az egész lényünk minden pontja valójában saját múltunknak a megőrzője, és semmi soha nem vész el, és hogy az, hogy van nekünk egy tudatos megjegyző memóriánk, az egy része csak a memóriának, mert az egész lényed is egyetlen emlékezés, minden semmi
semmi nem vész el. Nos, tehát az, ami az én életem kezdetéből eredő, hogy a személyest összekössem a tudományossal, hogy az első olyan fontos tapasztalat, amit én megkaphattam a szüleimtől, hogy minden nehézség ellenére ők akartak engem, örültek a létezésemnek. Ezt kifejezték azzal, hogy körülvettek a minden nehézség ellenére és emellett is mindazzal, amivel csak lehet egy baba életét komfortossá tenni. És ez szól mindnyájunkhoz, hogy az az első életév édesanyja, ha te odaadod az életedből azt az egy évet, ami olyan nagyon fontos, hogy ez a biztos bázis, az ős bizalom, az az életérzés, az életre jogosítottság érzése, így nevezi a pszichológia, hogy jó, hogy élsz, hogy fogsz tudni örülni az életnek, hogy fontos leszel valakinek. Ezek olyan bevésődések, hogy amint te megkapod a kulcsingert, mi a kulcsinger? Az, hogy szeretve vagy, hát ezt most ilyen furcsán fogalmazom meg, hogy szeretnek téged és elfogadnak, és ez megteremti azt a fajta bázist, biztos bázist, ami az egész életutat is végigkísérheti. Miért is ne adnánk meg most már ilyen ismeretek birtokában tudatosan is azt a babának, amire csak szüksége van úgy, hogy első életévben nincs elkényeztetés. Hogy mindaz, amit te a testenhordástól, a ringatás, a belefoglalkozás, a hordozás például, ugye van egy hordozó kultúra, hál' Istennek most már ez eléggé elterjed nálunk is, a testeden ugyanazokat az érzéseket kapja meg, mint amit megkapott benn a szíved alatt. Tehát ezek mind olyanok, hogy összehasonlították a kellő testkontaktus a napi legalább 3 órát hordozott babáknak a 6 éves kori, mikor iskolába kerülnek a teljesítményét, azokéval, akik nem kaptak elegendő hordozást, sokat voltak magukra hagyva babakocsiban. Vagy egyáltalán úgy, hogy nem voltak ilyen testkontaktusban. És gondold el, hogy gyorsabb a fejlődése annak, idegrendszerileg gyorsabb a fejlődése, és így mentálisan is korábban érett és jobb teljesítményű, aki megkapta ezt a bizonyos testtől testig, ezt az ölelkező, ezt a közvetlen testkontaktust. Tudjuk azt, hogy a ringatás például a kisagynak, a finom mozgásokért felelős kisagynak bizonyos sejtjeit, még azt is tudjuk, hogy a kosársejtek és a purkinje sejtek, de ez most már talán részletkérdés, de hogy bizonyítani tudjuk, hogy milyen sejtek például sokkal inkább kibocsátják a hálózatukat, és sokkal finomabb és minőségileg magasabb hálózatot hoznak létre. Na most, anélkül, hogy most már ebbe mélyebben belemerülnék, azt hiszem, hogy az első életével kapcsolatban, akár személyes életem ilyen pozitívumára, égi ajándékára, olyan szülőket kaptam, hiszen valahova születünk. És ez a sorsszerűség, hogy mi irányítja a sorsunkat, valahova születünk. De ez nem véletlen, hogy az ember hová születik, majd remélem, hogy ezt elég ki is tudom fejteni nektek, hogy úgy az én hitem, meggyőződésem szerint, mikor mi megszületünk, bele vagyunk olyan módon vetve a világba, hogy egy egész életút fogja azt majd igazolni, hogy mi azt, hogy megkaptuk ezt a legnagyobb dolgot, hogy élünk, ezt milyen módon tudjuk, hogy úgy mondjam, meghálálni, hogy mit tudunk majd adni magunkból a világnak, úgy, hogy az ember nem esedjen, hogy egyre magasabb szintre kerülhessünk emberi minőségünkben, humán minőségünkben. És hogyha folytatom azt a gondolatsort, ami úgy próbál ölelkezést találni a személyes életem és a tudomány üzenetei között, ahogyan szándékomban áll. Hát megmondom nektek őszintén, ez a fajta mód, ahogyan én most beszélek magamról is, meg tudományról is, abszolút új, mert én így nem szoktam. De ez nekem is egy még észre is vehettétek az elején, hogy kicsit zavarba ejtő mozzanat, zavarba hozó mozzanat, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, de bizonyára, mert tele vagyok jó szándékkal és eltökéltséggel, biztosan meg lehet valósítani. Most gondoljátok el, hogy mikor ma már tudjuk azt, hogy minden életszakasz tulajdonképpen genetikailag, tehát magunkkal hozottan bizonyos ilyen időablakokra bontható, hogy megvan az, hogy mikor, mit kell nekünk megtanulni, mikor, hova kell eljutni, ezáltal beszélhetünk egy egészséges, egyenletes fejlődés
fejlődésről, vagy egy eléggé kedvező fejlődésről, vagy esetleg egy valamilyen fejlődési zavarról. Hát a második életévnek a feladata, mint mondtam az elsőnek, az volna, hogy szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni, és hogy így az emberi kapcsolatokban érzelmileg oda tartozni, hogy ezt a bizonyos ős bizalmat ki tudjuk építeni. A második életév feladata, amikor már csetlünk, botlunk, felállunk, próbálunk ugye mozogni, már egy másfajta perspektívából látva a világot, az a feladat, de genetikailag fejlődik, programszerűen fejlődik a kis gyermek úgy, hogy bizonyos dolgokat neki ebben a korszakban meg kell tanulni, és tudjátok, hogy ez is krízis. Hát van egy olyan elmélet, Erik Erikssonnak az elmélete, 8 szakaszra osztotta az emberi fejlődést, és az egyes ilyen genetikailag is bizonyosan igazolható megszabott korszakokhoz hozzárendelte azt, hogy pszichológiailag mi az, ami ugyanígy megvan szabva, vagy megtanulhatod abban az időszakban, ha abban az időablakban túl így nem tanulod meg, később már kicsúszik a fejlődés a maga egyenletes vonalából vagy üteméből. És hát autonómia, ugye, azt mondja a pszichológia, így nevezi, hogy az a kis önállóság, amikor végre rogyadozó lábakkal bár, de lábra állsz, és már egyedül megpróbálsz elindulni egész a dackorszakig nyúlóan. Ez az időszak az, amikor te megméred, hogy egyáltalán mit tudsz tenni. Hát az én, hol van az az énünk, amit annak nevezünk? Az én az cselekvéses, tapasztalati bizonyosság. Az vagyok, amit meg tudok csinálni, és ezért az akarat próbája. Az a próba, ahol mire vagyok képes én magam, autonómia, önállóság. És ha ebben a szakaszban úgy gondold el, hogy mondjuk olyan szüleim lettek volna, akik állandóan utánam szaladgálnak, ha én elpottyanok, elesek, meg megütöm magam, meg netán valami bajt csinálok, vagy játszom az udvaron, vagy, és akkor megsebesülök, és úgy nagy hát, tragédiát csináltak volna ebből. Például egész biztos, hogy hibát követtek volna el. Szerencsére eléggé hagytak, hogy próbáljam ki magam. Hát lecsütsenek, megütöm magam, és nem sírtak fölöttem, és nem estek kétségbe, mert ha kétségbe esnek a szülők a gyerek fölött, ugye te is tudod, a gyerek nem attól ijed meg és sír, hogy ő fenékre ült, hanem attól, hogy látja a te riadalmadat. Vagyis a felnőttnek az ijedelmét veszi át, ettől lesz ő ijedős. És amikor pánikbetegeknek vizsgálják a gyerekkorát, kiderül, hogy ebben a bizonyos második életév meg a dackorszakig terjedő időben olyan gondoskodó szülők voltak, akik túlon túl minden pillanatukban ott voltak a gyerek mellett, mindent kivédtek, megvédtek, és mindjárt kétségbe estek, ha a gyereknek valami baja történt. És ezáltal az a fajta képesség, amit ekkor, ez a szenzitív időszak, úgy mondja a pszichológus, szenzitív időszak, ekkor kell megtanulni, hogy nem baj, ha próbáld ki magad, és próbáld, hogy meddig terjed a te képességed valamire. Ez esetben mozgásos képesség is, meg hát kezdünk tanulni, ugye a beszédtanulás. Azt tudjátok, hogyha 2 éves korunkig nem hallanánk emberi hangot, soha többé beszélni emberi hangon nem tudnánk. Nem tanuljuk meg. Bezárult az időablak, lezajlott az a szenzitív időszak, ennek volt a dolga, hogy beszélni megtanuljuk. Nem tanulunk, nem kapunk, tehát ha ekkor nem kapjuk meg a kulcsinget, gyereket, vagyis amik a genetikai készenlétbe, mint zárva a kulcsbe ülnek, imprinting, gyors és tartós tanulás, hát ez így megy a fejlődés. Na most ugye miért mondom ezt a második életévet? Személyes életem szerencséje, hogy ebben, mivel hát a testvérem kicsikor különbséggel ott volt a bátyám, és hogy ketten voltunk így, még az sem lehetett, hogy túlságosan sok pátyolgatás érjen, tehát eléggé hagyták, meg fiúgyerek mellettem a bátyám, tehát hagyták az én autonómiámat. És hálás vagyok azért, mert van egy olyan fogalom, amit úgy használ a pszichológia, azt mondja, életbátorság. Hogy mennyire vagy vállalkozó szellemű, bátor, hogy nekimész dolgoknak, kockázatvállaló vagy, ennek a gyökereit, az alapjait. Úgy, hogy a bizalom alapjait, a szeretet alapjait első életévben, úgy ennek a képességnek az alapjait meg a második életévben alakítjuk ki és teremtjük meg. Persze, hogyan? Hát szülői segítséggel. És ezért minden túlvédés, minden túl a gondoskodás,
árt abban, hogy tényleg az a, annak a szakasznak az legyen az eredmény, hogy megbirkóztam azzal, aki vagyok. Amire képes voltam, azt megvalósítottam, nem anyukám oldotta meg helyettem azt az akármit is, amit meg kellett, úgy mondjuk pótló én funkció, hogy az anyuka belép, és akkor a gyerek helyett valamit megcsinál. De akkor nem is mosodik meg az én képességem, hogy én tudom ezt csinálni, és nem viszem magammal a következő fejlődési időszakba azt a kis bátorságot, hogy én igenis belevágok dolgokba, és képes vagyok valamit így, ilyen elég merészen kipróbálni magam. Na most ugye egy olyan fontos szakaszhoz érünk most a fejlődésben, ami az én életemben épp úgy rendkívüli jelentőségű, hogy én, minthogy lánynak születtem, biológiai nemem szerint lány vagyok, a 3 és 5 éves kor között van szenzitív időszak, vagyis genetikailag egy olyan program kezd el működni, hogy amit látunk, szülők, anyuka, apuka, család, azt úgy vesszük magunkba, ezt azonosulásnak nevezi a pszichológia, hogy nem te csinálod, hanem megtörténik veled. Hogy a látott minta az úgy, mint szivacs, úgy fölszívódik. És mindaz, amit látsz, az úgy beépül a te énedbe, hogy ezért lesz egy női mintád. Anyukánk megadja azt a mintát, hogy egy lány, egy asszony, egy anya, egy női lény, hogy viselkedik a világban. Apukánk meg megmutatja, hogy hogy van az, mikor egy férfi szereti a nőt. Hogy az hogy is van. Ezért mind tudjuk, hogy ez milyen módon lezajlik. Hát, aki itt van, biztosan el tudná mondani a személyes tapasztalata mentén, hogy egy gyerek hogy kapaszkodik, egy lány hogy kapaszkodik az apukájába is. Vagy ki mondja, vagy nem mondja, hogy majd hozzád megyek feleségül, meg hasonlók, hogy te leszel az én választottam. Sőt, még mivel rivális az anyuka, azt mondja, most az anyukát elküldhetnénk egy kicsit. Most ketten legyünk. Apa, vigyél el engem, csak apa, én velem. Nem, most nem anyuka, most csak ketten. Miért? Mert gondoljátok el, szereppróbák mennek, de ezek automatikusak. Na most ebben a szent időszakban az, hogy kétség nem férhetett ahhoz, abban az időszakban, amikor én így belekerültem ebbe az azonosulási periódusba. Kétség nem férhetett ahhoz, a világ sem vonta kétségbe. Természetes volt, elfogadtuk, a teremtő műve biológiailag ott, amikor eldőli, mert hol dől el, mi dől el, már a fogamzás pillanatában, hisz tudjuk, XX kromoszoma, akkor lány vagyok, XY kromoszom, akkor te fiú vagy. De nem ennyi a dolog, hanem innen kezdve a fejlődésnek ez az általam mondott genetikailag programozott időről időre pontosan lekövethető, lekottázható menete. Más a fiúnál és a lánynál. A fiúnál tesztoszteron hormon termelés indul, vagyis egy kis harcias. Ő már föl van vértezve egy valami olyannal, és hát gondold el, legyen a te hited elképzelésed szerint, akár evolúciós szempontból, hogy mi egy hímnek a feladata a világban. Mi egy nőstény feladata, ez az evolúciós megközelítés. És mi az ember magaslatán a megközelítés, hogy a teremtő rendelése szerint, hogyan vagyunk mi nők, valamire már elhivatottak, valamire már biológiailag is alkalmassá téve, és olyan tulajdonságok azok, amiket hormonálisan ugye, belőlünk a természet kiszólít, amik mind arra tesznek alkalmassá, hogy az így biológiailag meghatározott szerepünkhöz kapcsolódóan, szociálisan, és ez a társadalmi nem, hogy én majd anya leszek, és akkor olyan tulajdonságaim alakulnak ki előnyös vonásaim, mint nőnek, amik alkalmassá tesznek arra, hogy én legyek az, aki hosszú távú feszültségtűréssel, éjszakázás, és itt a strapabírók vagyunk, hosszú távú egyenletes terhelésre a természetünk, például idegrendszerünk nagyon alkalmas. A férfi hirtelen nagy teljesítményre fantasztikusan alkalmas biológiailag, de ugyanakkor az éjszakázás nem bírja. Csak egy példát mondok, hát hagy menjek már ilyen személyes példa irányába, hogy éjszaka ugye apa hősiesen azt mondja a feleségének, most aludj egy kicsit, mert
mert hogy fölkeleget ugye a baba, és föl kell hozzá kelni. Majd én fölkelek, és két éjszaka lett egy férfi kikészül. És akkor majd még hát reumatológusoktól tudom megfigyelés, hogy az ifjú apáknak sok a lumbágója, és sokszor fordul elő olyan mozgás probléma, és hát mondják, felkelnék édesem, de hát nem tudok, mert a lumbágó. És ugye a legjobb szándékkal is. Most ezt csak azért mondtam, így zárójelbe picit kitekintve, hogy döntő különbségek vannak férfiak és nők, fiúk és lányok között. És az, hogy aztán a legdöntőbb meg, hogy az agyunk. Hát az agyműködés, elmeműködés. Mindkettőnknek van bal és jobb agyféltekéje, de neked van olyan bal agyféltekéd, ami királyi. És neked meg a jobb agyféltekéd. A nőjé a jobb, az érzelmi agy. Mondjátok már meg, miféle hatalmas erő az, és micsoda elrendelés, hogy pont nekünk nőknek az érzelmi agyunk az, ami sokkal meghatározóbb. Ugyanúgy van nekünk is logikánk, ugyan, mert mit tud a bal agyfélteke, ír, olvas, számol, beszél, logikai folyamatok, téridői folyamatok, tájékozódás, stb. Hát én olyan rosszul tájékozódom. Na jó, de el is fogadom, azt mondom, hát nő vagyok, hát persze, hát azt majd azért van az a férfi, hogy azt tudjon tájékozódni. Na most de csak ugyan ezek a különbözőségek, de ilyen evidenciákat szeretnék említeni, és nem véletlen, hogy én ezt most ennyire hangsúlyozom. Mert egy olyan világban élünk éppen most, amikor olyan összemosódások és olyan fajta zavarkeltő befolyásolások érik a tudatunkat, és ráadásul oly agresszióval és olyan kemény elvárással, hogyha mi nem engedünk annak, hogy férfi és nő közt különbség nincs, ember mind, aztán majd, hogy mikor lesz férfi, meg mikor nő, hagy legyen már ez is személyes jók, hogy döntse el. Bocsánat, ha Istent játszik a világ, vagy az evolúció alaptörvényeibe be akar avatkozni, annak súlyos következményei lehetnek. Mert te se döntötted, de a szüleid se tudják eldönteni, mit megadnának azért, hogy már tudják valahogy úgy a műveleteket, hogy fiú legyen vagy lány. De nem lehet beleszólni a teremtés művébe. Tehát valami elrendelés mindenképpen érvényes ebben, és hát nyilván majd elmondom nektek, én hívő vagyok, és ez nagyon meghatározó az egész életutamon, mert már a neveltetésben én ezt kaptam, de még ott nem tartok, hogy erről beszéljek, hogy hogyan tudják az emberbe az világról alkotott elképzelések mentén azokat a hiteket beültetni, amiket tovább viszel magaddal. Még visszatérnék, bal jobb agyfélteke férfi és nő különbsége. Hát ez bárki kipróbálhatja. Egy éves, másfél éves gyereknek, egy fiúnak és egy lánynak adja kezébe egy botot. Na nézd meg, hogy mit csinál, fantasztikus. A fiú gyerek püfölészik, püföl, ütöget. Biztos, hogy így történik. Mert tesztoszteron hormon, mert ő egy harcias, mert neki már eleve a egész mozgáskészségében ez van. Védelmezni, erőt kifejteni, adni magából ezt az erőt. És hogy miért? Hát mert a nagy miért? Azért, mert rendeltetése van. Mert neki az lesz a rendeltetése, hogy majd nemzen gyereket ültessen, fát építsen, házat, teremtő legyen, és teremtsen életet. És mi pedig a teremtett életet vele egy szív, egy lélek, együtt, mi együtt fölneveljük. És hogy azért, hogyha ezeket az életüzeneteket, az élettörvény értelmében komolyan vesszük, akkor nem lehetséges, hogy mi kétségbe vonjuk a nemek különbözőségét, és főként hatalmat vegyünk magunkhoz a nemek meghatározása, eldöntése irányában, mert nem tudja eldönteni a gyerek, hogy ő maga erre nem alkalmas, hogy eldöntse, és hogy ezért korai éretten, korán valami olyan irányba vinni a gyereket, amiben rá van arra csalogatva, vagy rá van hangolva, hogy valahogyan más felé tartson. Ez azért nem, hát mondanám bűncselekmény. Nem szabad megtenni, mert a természet természetes útját hagyni kell érvényesülni. És ezért semmiféle érzékenyítés sem erről ne történjék meg más,
mint ami arra a természetes folyamatra erősít rá, hogy tűnik fiú vagy, akkor benned a fiút fogom anyukaként erősíteni. És hogyha lány vagy, akkor a lányságodat, az, hogy te kislányként milyen legyél, és azokat a természetes, ösztönszerű, korai reakciókat, hát mondjuk tényleg saját lánygyerekemnél is, de nyilván megtapasztalhattad, biztosan megtapasztalhattad. Olyan kicsike még, hogy alig áll a lábán, de már kitűző kell a hajába, mosli meg, már cicomázza magát, mert az anyjának a gyöngyét szétszakugatja, magára rakja. Miért? Mert már működik benne az, hogy a nő. És aztán jön ez a 3-5 éves kor, amikor akaratunk ellenére tökéletesen magunkba veszünk azokat a mintákat, amiket látunk. Most akkor milyen mintát nyújtunk? Van nekünk felelősségünk? Van nekünk lelkiismeretünk? Olyan mintát nyújtunk nyilván, hogy tudja megkülönböztetni, hogy ez az anya, ez az apa. Tehát, hogy legyen, mert mindkettőnek óriási szerepe van, hogy ki legyen az, aki a biztonság, az, ami látjuk édesanyánk viselkedésén, hogy viszonyul a férjhez, az apához, és ez olyan szerepmodell, amit úgy viszünk magunkkal. Tisztelt nőtársaim, annyira döntő, hogy a saját párunkkal való viselkedésünkben olyan döntően érvényesül, hogy anyukánktól mit láttunk, hogyha te most azt mondod, én eldöntöttem, hogy nem azt fogom csinálni. Majd a gyereket figyelmezted, hogy azt csinálod. Nem veszed észre, de majd lesz valaki a családba, aki figyelmeztette. Hát tisztára, mint az anyád, bocsánatot kérek, mert én ezt nagyon sokszor hallottam. Na most, hogyha mindezeket a saját életemre vonatkoztatom, az olyan már szinte édesanyám túlzásba is vitte, alig volt egy kicsi hajam, ő már belekötötte a nagy maslit. Hosszú időn keresztül ilyen coffos, maslis kislány voltam. Tehát nem volt ki fel nem merült, hogy azért, mert biológiailag lánynak születtem, bármerre másfele tartsak. És most zárójelet nyitok, és szeretném, hogyha ebben ma, ebben a nagyon zűrzavaros világban, amelyik még ráadásul, mintha még rá lenne téve, hogy még nagyobb legyen a zavar, nehogy már eligazodjunk valamilyen biztonsági támpontok mentén. Hogy mondjam el nektek, hogy az, hogy valaki egy olyan programot hoz, amiben mindez ideig többet nem tudunk tudományosan az esetleges azonos neműek felé vonzódás irányulásáról, mint hogy valószínűleg ugyanaz, ahogy működik az egész genetika, epigenetika, valami kicsi hajlamot valakihoz, és jön a kulcsinger, kell, hogy kapjon valami kulcsinger, zárva a kulcs, ha nincs kulcsinger, ha nincsenek megerősítő ingerek, akkor nem kapja meg. Csipke Rózsika elalszik, mert nincsen fölébresztő csók. Hát ezt most csak ezzel a példával tudom mondani. Ha nincs kulcsinger, nincs beébresztés. De ha van kulcsinger, és megtörténhet, akkor van egy más féleség az orientációban. A gyerek általában már, ezt tudjuk, már óvodás korában ezt tapasztalja saját magán. De ha tapasztalja, mi hogy viszonyulunk hozzá? Nyilvánvalóan nem erősítesz rá arra, amit észreveszel, hogy másfele tart, de nem is teszel olyan módon ellene, hogy valami olyannal szembesíted a gyereket, amit ő maga se ért. Mert nem érti, honnan érthetni, ha esetleg van benne valami másfajta érzület a saját neme iránt. De ha nem nyúlsz bele a fejlődés természetes ütemébe, és hogyha elfogadó vagy, és így kíséred a gyerek fejlődését, és hogyha óvónővel, aki észrevesz esetleg ilyen vonzalmakat, megbeszéled, hogy mindezt úgy se megszégyenítés, se semmi olyan, ami atrocitás a gyerek számára, hanem figyelni és terelni. Figyelni, terelni, ez minden, amit tehetünk, és nem tehetünk többet, és fogadjuk el, hogy van ilyen, ahogyan a természetnek mindig vannak olyan a természetes út,
így is mondjuk természetes, természeti út, olyan ez az átlag a többség, és mindig vannak a peremen a széli, úgy mondjuk a deviálók, és itt szeretném hangsúlyozni, engem megtámadtak a deviáns szó használata miatt, devió az csak a latinul azt jelenti más úton lenni, más irányt venni, ebben nincs semmi elítélő. Nos, tehát ha eljutunk oda, hogy az ember magasán nem ítélkezünk, ezért nem semmi megbélyegzés, semmi olyan, amivel a másikat azáltal, mert ő tőlünk különbözik, és a Gauss görbében mi itt vagyunk a nagy tömbben, a többségben, és ő ott van társaival, szerény számú társaival ott van a szélén. Mi őket a legnagyobb tisztelettel elfogadjuk, és nem közösítjük ki. És hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben valahogyan jussunk közös nevezőre. Én nem emlékszem, hogy az én ifjúságomban egyáltalán ez témaként fölmerült volna. Miért? Mert elfogadó világ volt, és csöndben hagytuk, és ha voltak szélső esetek, nagyon sajnálatos, hogyha valakit ezért, bármi atrocitásért. De a legjobb lenne, ha társadalmi konszenzus lenne. Ha mi, ahogy itt most meg tudunk egyezni, hogy elfogadjuk, hogy létezik ilyen, ugyanúgy embertársunk, ott legyen a határ, ahol mi ítélkezünk és következményekkel járó módon beavatkozunk, ahol az illető magának és az embertársainak árt. Ahol az ártalom megjelenik, ott legyünk élesek, ott legyünk el, de ezt a törvény is megfogalmazhatja, ott legyen a választóvonal. De az, hogy deviál, hogy más, ő ilyen, de hogyha árt neked, vagy a gyermekünknek, vagy saját magának, és a felnövekvő generációnak nyilvánvaló, ott élesen beavatkozunk. És ha mi ebben egy konszenzusra jutunk, hogy így gondolkodunk, akkor tényleg nem volna probléma, és nem volna fölfűthető az egész kérdés úgy, ahogyan most rendkívüli izzással föl van fűtve, és ráadásul úgy, hogy megéljük azt, hogy a kisebbség, hisz ők vannak kevesebben, a hosszú évszázadokon át megélt megszégyenítések, büntetések és halál, hiszen sokat emlékeztek rá, hogy középkorban ugye halállal büntették. Ennek következtében most olyan korszak érkezett el, ahol a kisebbség most a főtörvényt meg akarja határozni, most azt akarja, hogy legyen, jusson be abba a közösbe, hogy minnyájan, minden módon, minden szempontból egyformák vagyunk, és ha netán ezt te nem fogadod el, és hogy bármit is, egy szóval is, egy halvány kicsi szóval, illetve valahogyan megjegyzést teszel, akkor már megkapod az elítélést. És ez azért nagyon problematikus, úgy látom ma a világban, mert az a hangos kisebbség, amelyik ilyen módon követeli a befogadás teljes jogát, hogy legyen a jogköre biztosítva, valójában toleranciát kér tőlünk, de erőszakosan. Na most erőszakosan hogy lehet toleranciát kérni? Nyilvánvalóan itt van egy kritikus pont, hogy toleráns vagyok, te is légy toleráns. És ne mondd rám, hogy én homofób vagyok, amikor nem vagyok azt, csak rám teszed azért, mert. Na most hát ezt tapasztaljuk a világban. Itt lehet, hogy élesen fogalmazok, de bizonyára megértetek. Vagy nem azt kérdi, hogy hogy vagy te ezzel. Nem kérdez meg engem, hanem kimondok egy szót, mondjuk egy mesekönyv kapcsán, hogy más a véleményem, lehet más a véleményem tudományos alapon, és nem érzékenyíteném, mert tudományos alapon nem javasolják, hogy a 3-6 éves kor csodálatos azonosulási folyamatát megzavarjuk bármivel. Nem ekkor lehet toleranciára nevelni, nem ekkor, majd 15 és 20 éves kor között annak speciális feladata, hogy a társadalmi kapcsolatokban a társas toleranciát és elfogadást kinevelje az identitásépítés korában. Megvan az is tudományosan, mikor lehet, de nem 3-6 éves kor között. És ugye, mint tudjátok, hogyha nem azt mondom, mint ami az a kisebbség véleménye, akkor elítélésre kerülök. Most ezt én azért nem
tartom helyesnek, mert ha azt tapasztaljuk, hogy a jó szándékú, jó indulatú viszonyulásban te megkapod a fejedre az ütést, az elítélést, akkor visszavonulsz. És ne gyávuljunk el, de a gyakorlat az, hogy elgyávulunk. Hogy nem akarunk, ne piszkáljanak, ne mondják rám, ne beszéljenek, ne mondják ezt. Ennek következtében a hallgatag többség nem foglal állást. És így aztán a nagyon hangos kisebbség hatalmas erővel érvényesíti is, most már világszerte, mint egy hatalmas kultúrhullám úgy érvényesíti ezt a fajta akaratot. Bocsánat, már én érzékelem, hogy úgy valahogy lesodródtam a személyes vonal, de hát értsétek meg, hogy a legszemélyesebb az, amiről én most beszélek. Hát azért a legszemélyesebb, mert abban élek, amiben ti is éltek, és ugyanaz a cipő szorít, ugyanazban a válságban vagyok társadalmi, vagy pandémiás válsághelyzetben, mint ti. Tehát az igazság az, hogy erről tudok a legőszintébben beszélni. Hogy a sorsomnak a fordulatai, hát így most nagyon fegyelmezetten kiemelem valóban a sorsomnak azokat a fordulatait, ahol is én megtanultam azt, hogy milyen módon küzdjek meg az életem nehézségeivel. És hogyha bármi ebből az elmondottakból majd következett valami üzenet, hogy érdemes, hogy mégiscsak a megküzdés útját kell választani, akkor nagyon boldog vagyok, hogyha ez származik majd mindebből. Ugyanis az életutunk úgy alakult, hogy a családunk először a budapesti saját házunkba visszakerülve a háborús zűrök után vidéki menedékből elfoglaltuk azt a saját házat, amit az én nagyszüleim építettek Pesterzsébeten. És ahogyan bekövetkezett egy olyan fordulatkorszak, 1945 után vagyunk, és tudjátok, hogy mi minden volt. És ahogy elkövetkezett a Rákosi éra, egy veszedelmes időszak, az édesapám református lelkész, a nagyapám egy osztályellenség, X-es, bélistázták, kitelepítés veszélye fenyegetett, egy kiközösített világban, egy gyerek, aki fölnő úgy, hogy közben már ezek a erőszakos, megbélyegző hatások érvényesül, azt se érti, hogy ugyan vajon miért, hogy miért nincs tovább, hogy miért kell nekünk elköltözni, hogy miért kell nekünk máshova menni, ott van a saját házunk. Tehát találkoztam egy olyan nagy kérdőjellel, hogy mindez miért, de megkaptam azt az oltalmat és biztonságot, hogy ha esik, ha fúj, ha akárhova megyünk, ha akárhova viszik a teherautók a bútorainkat, vagy akárhová kell mennünk, mi együtt vagyunk a nagyapám, a nagyszüleim, a családunk, mi együtt vagyunk. Baj addig nem történhet, amíg ott van anya és apa. És ezt annyira szívetekbe zárom. Egy gyerek számára a jelenlét maga. Én ezt elég későn értettem meg, hogy a jelenlét maga. Olyan sokszor bánkódtam azon, nem tudok eleget a gyerekeimmel lenni, mert te is anya vagy, dolgozol is, és nem tudsz vele lenni. És akkor nyugodtam meg, amikor a pszichológiában azokat a kísérleti bizonyítékokat elém állították, hogy nem a vele töltött idő mennyisége a döntő, hanem a minősége. Be is vezették a minőségi idő fogalmát. Mi az a minőségi idő, mikor ott vagyok veled, és csak te vagy a fontos, csak. És hogy vagy csak rólad van szó, és senki másról. És akkor minden, ami történik, az úgy történik abban a kicsi időben a gyermekeddel, hogy az övé vagy. És akkor ő érzi azt, úgyis mindig az a vágy, hogy ő legyen az első számú. Ha sok gyerek, akkor ő legyen a libling, a szíve, csücske, anyjának, apjának. A szeretetért folyik a testvérharc is. A szeretetért dolgozunk az életben. Rengeteg mindent megteszünk. És hogyha te ott vagy, jelen vagy. És hogy ezek, hát én is már tanultam mindezeket. Hogy csinálunk ilyen mi napunk például. Nálunk a gyerekeknél megvolt a mi napunk, az azt jelentette, hogy elfogadta a fiam is, hogy most a lányommal ez a mi napunk. Akkor mi két nőci mentünk, és az a mi napunk, és az történt, amit mi együtt, és abban akkor más nem volt. És az lehet, hogy az egy nap volt, az egész hónapban egy ilyen nap volt a mi napunk, ami a lányomé volt, egy, ami a fiamé volt, és akkor volt olyan, hogy na, nagy családi, de hogy így a személyre szóló együttlétben. Vagy hogy például tanult és leültem mellé, és volt egy órácska, amit eltölthettem egyikkel vagy másikkal.
Megérkeztem, és leültem, és csak ültem. És mondtam, örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy látlak. Csak itt üldögélek. És most én nem tudok biztos már segíteni neked, már nem is értek hozzá, amit te most tanulsz meg. Szóval én bevallottam, hogyha valamit nem tudtam, ezt mindenkinek figyelmébe ajánlom. Nagyon is érdemes, megússzuk, mert hogy valamit kellene segíteni a tanulásba, és látod, hát ezt meg kellene neked is most felfrissíteni, megtanulni, és nem tudod, valld be őszintén. És mondd a gyerekednek, tehát büszke vagyok rád, hogy te már tudod, meg hogy te fogod tudni, majd nekem is elmondod, de milyen jó lesz, mert látod már, hát anyád már ezt nem tudja követ, nem baj, de majd te tudod, és milyen jó, hogy te tudod. És ezek nagyon megemelő hatásúak a gyerek számára. És hogy most nem akarnék még részletekbe menni, csak bizonyára érzitek, rengeteg olyan van, amit olyan szívesen elmondok, a minőségi idő, az a picike, a jelenlét. Hogy ott vagyok, szemkontaktus, csak úgy figyelek rád. Egy Binswanger nevű filozófus megszentelt figyelemről beszél. Megszentelt figyelem, mert annak akkora a jelentősége, hogy én ott vagyok, és mi egymással szemkontaktusba kerülve, egy térben tulajdonképpen energizáljuk egymást. Mert hát az, hogy van szociális energia, azt a 60-as években egy Günther Amon nevű szerző már leírta igazolt. Szociális energia. De az, hogy ez egy valóságos dolog, hogy a tükörneuronokkal igazából adunk egymásnak érzelmi energiákat, töltéseket adunk. Hogy annak hatására, hogy van egy jó együttlét, csak egy ilyen kis együttlét, semmi csoda nem történik, csak együtt vagyunk. Ebből, hogy együtt vagyunk, olyan módon tudjuk egymást energizálni, hogy milyen folyamatok indulnak. Immunstimuláció, endorfin termelés, oxitocin termelés, agressziót csökkentő, feszültséget csökkentő, hormontermelés, dopamin termelődés, olyan hormonok, amik jó közérzetet, jó hangulatot, életerőt, életkedvet adnak. Hát most mondjátok meg, csak arról van szó, hogy együtt vagyunk, egy légtérben vagyunk, és semmi különleges kunst, hogy én most mit adok neked, hát amíg ehhez ölelés is csatlakozik meg, simogatás meg, csók meg, ilyesmi, akkor aztán vitalitás generátor funkciót léptetsz életbe. Mert a haptonómia, az érintéstudomány bebizonyította, hogy még az az érintés is, amit alig veszel észre, ha attól kapod, aki beletartozik a te személyes pontos körödbe, már elindul a vitalitás generátor funkció. Ilyen fantasztikus biológiai bölcsességek, programok vannak bennünk. Hát miért is ne mondanám azt, hogy ennek a jelentősége milyen, mert ugye családban lenni, szeretetet kapni, biztonságot kapni, az megsegíteni azt, hogy az a gyerek elég önálló legyen. A természetes életfolyamatokból merítve megtanulni, hogyan kell fiúnak lenni, hogyan kell lánynak lenni. Ezek mind olyanok, amik az élettanulás természetes menetében előadódnak. És az együttlét, a családban lét, az odatartozás, az együvé tartozás a leges, legfontosabb, mert az ember társas lény. A szeparációs szorongás az, ami a legveszedelmesebb. Ezért sír a gyerek este a sötétben, nem akar egyedül, mert úgy érzi, hogy elveszett. Ezért van halálfélelem, mert nem tudjuk, hogy hova tartunk. És hogy ezért az, hogy egyedül lenni, magadra maradni, ez olyan mértékig káros az emberi szervezet számára, hogy ezért, ha csak a válságpszichológia például kimond ilyen tételeket, mit kell csinálni? Egy, azonnal tegyél valamit, ne állj meg és ne dermedj meg, azonnal tegyél valamit. Keress egy embert, akivel megbeszélheted, hogy mi történt, akinek elmondhatod. Képzétek el, ne maradj egyedül. Ennyire nagyon fontos, hogy valahogyan mi ezt a egymás számára való hatást tudjuk közvetíteni. Szóval, miután elkerültünk egy kis vidéki faluba, a nagyapám nagyon súlyosan megbetegedett, az üldöztetéstől félt. Ez úgy volt, hogy az utolsó szakaszában a budapesti létünknek rettegett éjszakánként, hogy jön az autó. Ezek realitások, amikről én beszélek, hogy féltünk akkor. Féltek az emberek, mert jött éjszaka, lefüggönyzött autó, bőrkabátosok általában legalább ketten kiszálltak, hallottuk az autóajtó csapódását,
és aztán valakit elvittek, és azt soha többet nem lehetett látni. Most ezek kemény realitások, ezért felelősséget vállalok, hogy ez volt, mert gyerekként megéltem, és megéltem azt, hogy láttam, hogy milyen riadalom ül be az én nagyapám szemébe, akit a irredenta sovinisztának bélyegzett hazafias verseiért ítéltek el, és hogy ő ezért lett egy társadalmi kitaszított, és hát tulajdonképpen ezért került egy ilyen súlyos végállapotba, ő aztán ebbe belehalt. Most, hogy mindezekből mit tanul meg egy, ugye 41-es születésű vagyok, és 48, 49, 50, ezekben az években járunk. Éppen abban a fejlődési fázisba kerültem, 6-10 éves kor az mit ilyen teljesítmény. Az a kulcs, ez a szenzitív időszak feladata. Erre is szenzitívek vagyunk. Önbizalom 6-10 éves kor között ül be a lelkünkbe úgy, hogy kapunk bizalmat mástól. Tehát ez az a korszak, én kis iskolás, kis buzgó mócsink iskolás, hogy teljesíteni, hogy piros pont. Tehát ugyanúgy, mint más gyerek, aki iskolába jár. És közben azért, ugye mi 10 éves korig önismereti zárlat van. Tehát azt se tudjuk, kik vagyunk. De megmondják a szülők, megmondják mások, azt mondják, te nem is vagy közénk való, te meg honnan jöttél? Igaz az, hogy elviszik a te nagyapádat? Igaz, hogy... Szóval képzeljétek el, hogy egy gyerek, aki a külvilágból ilyeneket hall, és hova teszi el magába? És máig állítom nektek, hogy én nem féltem igazán, sőt azt mondtam, nem velünk nem történhet semmi baj, olyan kis gőgös voltam, hogy nem történhet semmi baj. Miért? Mert én nekem az apám, mert nekem a nagyapám, mert nekem ők olyanok, ők megvédenek minket. Engem megvédenek, hogy ekkora a szerepe a családi erőnek, ha megéljük azt, hogy az apánk szeret és az anyánk szeret, és védelmet élvezünk a családban. Ezért nem tudjátok elképzelni, mennyire családpárti vagyok, és azt se tudjátok elképzelni, milyen gyerekpárti vagyok. Ugye válási folyamatokban sokszor kell sajnálatosan azokat az utakat megtalálni, hogy ne egyék már meg egymást a párok, és főleg, mert a gyereken csattan mindig az ostor, ő a gyönge pont, és amikor azt kialkudni a szülőkkel, hogy legyenek hajlandók gyerekközpontúan gondolkodni. Jó, te úgy vagy a válással, hogy felnőtt vagy, felelsz érte, van következmény, de mi lesz a gyerekeddel? És azt ki ügyeskedni, és kicsalogatni, hogy gondolkodj gyerekről, a gyerekedről van szó most, és úgy állítsd át az egész megoldását a válásnak, hogy a gyereked ne károsodjon. Azért, mert megtanultam, megértettem, pszichológusként is, magán gyerekként is megértettem, hogy annak valami rendkívüli ereje van, hogy van egy család, egy, ahova tartozom, hogy megvannak a gyökereim, megvannak, akik szeretnek engem. Minden esetre, hogy rövidre zárjam a dolgot, én attól kezdve, hogy megéltem azt, és most már csak ilyen nagy léptekkel mondom, vidékre kerülve, osztatlan iskolába, egy budapesti iskola után, 4 osztály egybe, el tudjátok képzelni, hát rettentően el voltam keseredve, hogy mi lesz én velem, én kis teljesítményközpontú gyerek. Egy jó tanuló gyerek voltam. És úgy is éreztem, hogy nekem jól kell tanulni. Azért is kell jól tanulni, mert aki mond rám ezt meg azt, annak majd én bebizonyítom, hogy is. Hát én többet érek azzal, hogy jobban tanulok. Innen kezdődött, hogy én tényleg nagyon erőteljesen mindig is arra adtam, magasabb színvonalt kell nekem vizsgáimon mindenhol, azért, hogy engem felvegyenek a gimnázium, vagy fölvegyenek az egyetemre, nekem ezért sokszorosan meg kell dolgoznom. Mert én vagyok az, akinek azért, hogy ami másnak alanyi jogon jár, azt én is elérhessem. Mert csak ugyan nem vettek fel gimnáziumba se. És most gondoljátok el, hogy egy olyan érzést megélni, és akkor már bekerültem ugye egy olyan fejlődési szakaszba, a korai fiúság, pubertás és korai fiúság fejlődési szakaszába, amikor már nagyon is volt önreflektív képességem, saját magam el tudtam helyezni a világban, nem más mondtam meg, hogy ki vagyok, mi vagyok, hanem tényleg megéltem azt, hogy én mire vagyok képes, és mi az, amivel én valahogyan megteremthetem azt, hogy emberek ne szóljanak le, ne bántsanak, hanem becsüljenek meg. És hogy nagyon jó érzés volt nekem, máig emlékszem, és vissza is rémlik, és ez nagyon erőt ad máig is, hogy
az a fajta büszkeség, hogy én milyen családhoz tartozom, hogy ez a család, ez egy különleges, én túl is értékeltem a saját családomat, de ez volt az én menedékem, a mencsváram. És amikor bekerültem gimnáziumba, és azt az életérzést, hogy én akkor gyerekként mit éreztem, én nagyon szeretem a verseket, én irodalomtanár akartam lenni, meg latin tanár, meg verseket fordítottam a gimnáziumba már, és hogy nagyon más irányba tartottam, meg egészen más akartam lenni, mint ahová az élet sodort, és nincsenek persze véletlenek, de hogy a versek szeretetében én azzal kezdtem el szórakozni, hogy én rengeteg verset megtanultam. Sajnos most majdnem belesültem ebbe a kedvenc versembe, pedig tényleg nagyon szeretem ezt a Bertók verset, amit az elején próbáltam elmondani nektek, de nyilván abból az izgalomból is, hogy új helyzetben vagyok itt veletek, amit még én sem próbáltam. Na mindegy, mentem haza vonaton, úgy jártam haza havonta egyszer egy kollégiumi helyzetből, hogy mire hazaértem, mert olyan kicsi faluba laktunk, olyan messze, mire hazaértem, 2 órán maradt, hogy a szüleimmel legyek, már csomagoltam, már mentem vissza, nem baj, de a 2 óráért hazamentem. Gimnazistaként hazamentem, akkor tangoltam föl, akkor kaptam egy ölelést, akkor megkérdezték, hogy hogy vagyok, akkor egyáltalán éreztem, hogy ők azok, akik mindig megvédenek engem, és én ide tartozom, ha akármi történik, ide tartozom. És egy téli napra emlékszem, ami kísérteties volt, és a versekkel való egészen mély érzelmi kapcsolatomat én innen eredeztetem. Ugye tanultam a verseket szakmányba, rengeteget, rengeteget. Ültem a vonaton, és tél volt, hideg, a vonat nem volt fűtve, és még a vonat kerekei, ahogy kattogtak, ismeritek ezt a, ha még emlékeztek rá, hogy kattogó vonat kerekek, ennek van egy ritmusa. És valahogy ebben a lelki állapotban egy olyan érzés szállt meg, hogy egy Ady Endre vers kezdett felidéződni bennem. Hát most már nagyon remélem, hogy nem fogok belesülni ebbe a versbe, és hogy el tudom mondani. Magyar síkon, nagy iramban át, ha nyargal a gőzös velem, havas nagy téli éjjelen alusznak a tanyák. Olyan fehér és árva a sík, fölötte álom éneket dúdolnak a hideg szelek, vajon mit álmodik? Álmodik-e? Álma még maradt? Én most karácsonyra megyek, régi vén falusi gyerek, de lelkem hó alatt. És ahogy futunk síkon, télen át, úgy érzem, halottak vagyunk, és álom nélkül álmodunk, én és a magyar tanyák. Na most, ha ezt egy kicsit ráéreztek erre, egy gyerek ül egyedül a hideg vonaton, és a versek szeretetében fölidéződik benne ez a sor. Én voltam az a falusi gyerek, aki ment haza, a falusi papnak a gyereke, ment haza a hideg éjszakába. Ez volt az életérzésem. Nagyon megszenvedtem ezt az időszakot azzal, hogy belül éreztem ezt, amit most talán a vers elmondott, de kifelé soha ezt nem tudták észrevenni rajtam. Mert az a tartás, amit a családomtól kaptam, hogy én ki vagyok, aki itt állok, másképp nem tehetek, miben nem tehetek máshogy, hogy ugye vallási nevelésben részesültem, meg is tartottam a hitemet. Egy olyan krízis volt az életemben, mikor nem vettek fel egyetemre, és úgy éreztem, hogy oktatási miniszteri kitüntetéssel érettségiztem, de származási okból. De direkt megmondták nekem, nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését olyanra, aki idealista nevelésbe részesült. Ez volt az elutasítási végzés. És akkor azt mondtam, az, akit Istennek mondanak, az valahogy nincs sehol. Mert hol van ilyenkor? És az volt az én egyetlen olyan krízisem az életemben, amikor elengedtem az Isten kezét, de aztán később, és azt is elmondom, hogy milyen fordulatok azok. Hát most mondjátok meg, én magyar latin tanár akarok lenni, és kapom a csapást, hogy nem leszel az. És kényszerűségből, hogy valami legyen mégis, ezért hát felvettek gyógytornász képzőbe, még éppen egy felvételi lehetőség volt, és Budapesten gyógytornász képzőbe iratkoztam. És hát hogy kerülök én ide? Hát én ide közöm különösebben, én mindig szerettem persze mozogni, tornázni, de azt, hogy gyógytornász legyek, hát valamit tanulni kell. És úgy gondoljátok, ez egész pályámat.
onnan kezdve, hogy megkaptam azt az égi parancsot, nem leszelte magyar tanár, nem leszelte latin tanár, máshova szántalak. Mert meggyőződésem, hogy az iránytű, ami az én életemet előhívta a háborús időben is, és biztosította azt mindent érzelmi szempontból, hogy én magam biztonságban érezzem, és tudjak haladni, és akarjak valamit elérni, és érezzem a gyökereimet, a nagyapám révén a magyarságomat. Tehát most zárójel következik, hát a nagyapámmal, ugye ő hazafias verseket írt, és most igazából, ha már így verselünk, hát hagy mondjak, egy verset legalább hagy mondjak el a nagyapámtól. Ilyen versekért ítélték el a nemzet sirató, a gyászt, a trianoni gyászt ilyen módon kifejező költőt. A Mindig sírva című kötetéből való ez a vers. Szőketisza haragjában megárad. Szilaj habja átszakítja a gátat, haragszik, mert azt végezték felőle, hogy a magyar az olának, csenek, rácnak agyon jussod belőle. Tisza vizét magyar könycsepp táplálja, nem is volt és nem is lesz más gazdája. Beszélhetnek Párizsba, amit akarnak, de a Tisza minden cseppje, mindörökre csak megmarad magyarnak. Hát bűncselekmény volt-e, hogy egy ember ilyen hazaszerető módon sirat a Trianont és a nemzet megcsonkítását. Kérdezlek benneteket. Ma már mi emelkedetten máshogy tudunk rátekinteni erre, de az, hogy egy nemzetet betegítettek meg azzal, hogy nem engedték a gyászt, mert figyeljetek, az egyéni gyász is a veszteség, a siratást kíván. Azt kívánja, amiről már beszéltem, hogy elmondani, hogy ott van a másik, hogy elpanaszolni, hogy elsiratni, nem csak egyedül, hogy vannak siratóasszonyok, vannak még, akik velem vannak, akik szeretnek, és akik együtt sírnak velem. Ez az, amire a léleknek szüksége van. Hát ez a természetes gyászfolyamat, ami kell, hogy legyen. Ha ez nincs, akkor tudjátok, mi történik? Hogy azok a biokémiai anyagok, amik a bánatnak, a fájdalomnak, a veszteségnek, mindenfajta, ami negatív, és nagyon negatív, stresszes olyan anyagok kémiailag, amik a szervezetbe leülepednek, és a leülepedett, fel nem dolgozott ilyen lerakódásokból következik, hogy veszélyessé válik az adott szerv a megbetegedésre, mert nem tudja mindezeket a lerakott kémiai anyagokat földolgozni, és megbetegszik. És hogy ráadásul még az is természetes, és tudja a pszichiátria, mióta egyáltalán magát tudománynak nevezi, hogy a veszteség reakciója az első, ahogy reagálunk, egy diszforia, depresszió, szomorúság. A veszteségre a lélek szomorúsággal, gyászzal reagál. És a gyásznak egy jellegzetessége, ugye ez a depresszió, hogy nincs értelme semminek, vége a világnak, úgysem megy tovább így az élet, és így tovább. Na most gondoljátok el, hogy nem engedik az egész nemzetnek, de most nem arról van szó, hogy az emberek össze akartak borulni, hogy sírjanak, hanem arról volt szó, hogy fogták a népességet, és rövid idő alatt egy szál mutyóval, egy kis csomaggal kiszakít az otthonukból, határon áttelepítették, és jöjjenek ide, ebbe a pici maradék Magyarországba. Elvesztették azt, mindenüket, a házukat, a tulajdonukat, az életüket, az egzisztenciájukat, a mindent. Hát ilyen kollektív, súlyos veszteségállapotban persze, hogy szükség van a gyászra. Kapaszkodjunk össze, sírjunk együtt, és ha kisírtuk magunkat, új erőre kapunk együtt megint csak szövetségben, az összetartozás szövetség erejében. De ha ez nem tud megtörténni, egy nemzet tud megbetegedni, mert hogy ez úgy, mint a ragály úgy terjed, és hogy a szomorúság maga is olyan, hát gondolj bele, hogy szellemi környezetszennyezésről beszél ma a pszichológia, hogy valaki búbánatosan bemegy egy közösségbe, 5 perc múlva mind búbánatosak vagyunk, mert átragad rád, mert hogy ez is empátia, mert hogy rárezdülsz arra, hogy benne ott van a gyász, meg a szomorúság, és te is azt csinálod. Nem azért, mert akarod, átveszed, átaggolódsz. Szóval erről röviden csak ennyit, és most visszakapcsolok oda, hogy az akadályozottság. Szóval miért lett az én életem igazi iránytűje az a hatalmas erő, amiben én hiszek, Isten az életem irányítója, hiszek
egy olyan egyetemes, hatalmas, a sorsunkat meghatározó erőben, amelyik elrendel dolgokat és feladatot ad az életben. Nekem azt a feladatot adta, hogy azáltal, hogy megéltem gyerekként, mit jelentett az, hogy nem voltam sokak számára elfogadható és kedves, csak a családom szeretett Isten igazában. Én azokat, akik bánatosak, szenvednek, azokat majd vigasztaljam. De hogy jutottam el ide? Egyszerűen az életutam úgy alakult, gyógytornászként végeztem, és közben ugye próbáltam egyetemre. Még mindig a numerus clausus érvényesült, és próbáltam jelentkezni. Közben gyógytornászként nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem. Képzeljétek el, hogy hát mindent rendesen megcsináltam, amit kellett, ugye 4 évig aktív gyógytornászként dolgoztam. Nem úgy gyógyultak egyes betegek, mint ahogy én, nagy gondossággal. Mindent megcsináltam. Volt egy egész kicsi probléma, és nem tudtam belőle elmozdítani. Míg másnál hatalmas nagy problémák. Rövid idő alatt gyönyörűen gyógyult. Mondtam, hol van a titok? Hát itt én ugyanúgy igyekszem dolgozni. Itt valami rejtelem van a dologban. Persze, hát ma már világosan tudom. Amit akarsz, úgy lesz. Ha te meg akarsz gyógyulni, akkor meg fogsz gyógyulni. Ha te feladod, és azt mondod, elég volt, nem akarok tovább élni, nehogy nagyon sokat mondogasd, mert nagyon meghallja a szervezeted, és olyan hormonokat fog termelni, amik ellene vannak a vitalitásnak, az életnek. Ma már én ezt tudom, de akkor csak azt tudtam, hogy titok van. És hát pont akkor, 1963-ban, ugye volt az a bizonyos 13. pártkongresszus, azon kimondta Kádár, aki nincs ellenünk, az velünk van, most már ne tegyük meg a származás szerinti megkülönböztetésben, ugye a felvételi ne érvényesítsük ezt a szempontot, abban az évben engem felvettek. Hova vettek föl? Nem volt se latin szak, se magyar szak, már nekem eszembe se volt, hogy arra tartsak, hanem azt akartam megérteni a világot, hogy van ez, és akkor fölvettek pszichológiára, és ráadásul rögtön úgy indult akkor még a pszichológia, hogy el lehetett dönteni, mi érdekel téged, mint pszichológus? Hát engem a betegember érdekel. A lelki sérült, a fizikai sérült, a betegember érdekel. És akkor Mérei Ferenc mesterem, akiről bizonyára hallottatok, 56-os viselt dolgai miatt börtönbe került, a börtönből aztán kiszabadult és csinált a Lipót mezőn, egy nagyon kis, hogy is mondjam, egy laboratóriumban, egy igazi nagy egyetemet. Én jártam az egyetemre, miközben gyakorlatot kellett tanulnunk, és jártam Mérei Ferenchez, aki nekem az igazi pszichológiát megtanította, az emberi kapcsolatok, hogy mi az, amikor az ember megtisztel a bizalmával, hogy mit jelent az, hogy egy lélek kinyílik a másik számára. A legapróbb szintekig iskolázta ki a mi viselkedésünket, az első fecskéket, az első 7 ember olyan gondos iskolát kapott Méreinél. Mi lett én belőlem? Ki akartam én lenni? Hát az ott volt már elrendelve valószínűleg, amikor a pillanat megtörtént, hogy én megfogantam, hogy ez lesz az én életpályám, hogy nekem nagyon jó pszichológussá kell valahogyan válnom, és miért pont a Lipót mező? A Lipót mező nagyon különleges hely volt. Én 34 évig voltam a Lipóton, a végén szakigazgatóként jöttem el, mert átpártoltam egyetemre. De addig, 34 év alatt én nagyon sokat megértettem az úgynevezett patológiából, a különböző lelki zavarokból, és ezért egészen határozottan arra az álláspontra jutottam, hogy mindenki, akit pszichotikusnak titulál, elmebetegnek titulál, címkéz a pszichiáter, vagy akit neurotikusnak, vagy akit ilyen vagy olyan diagnózissal címkéz. Ha én nem vagyok rá képes, hogy úgy viszonyuljak hozzá, mint egy embertársamhoz, akinek szüksége van a segítségre, akkor nem tudok segíteni. A segítség kulcsa, hogy úgy tekintek a másikra, hogy tisztelem benne az embert, bárhol tart az életével, és ő, ha ad nekem csak egy gesztust, hogy segíts rajtam, akkor nekem csak az a dolgom, hogy őt megértsem. Nem az én
nem tudom, hogy hogy is fejezem, ne az én módszertani fölkészültségem, mert fölkészülök, az egy dolog, hogy megtanuljuk a szakmát, szakma ez is, hanem az, hogy arra az emberre, aki az univerzum páratlan csillaga, mert mind még az egypetélyű ikrek se egyformák, ugye tudod? És hogy ezért úgy tekinteni rá az egyedüli, a különleges, és hogy ezért vele kapcsolatba kerülni, és megérteni őt, megérteni, mert nincs, aki érteni. A pszichotikusnak is a legzavarosabb gondolatai mögött is ott van valami, amire ráámulok, hogy micsoda kincseket tartalmaz minden emberi tudat. A legtragikusabb helyzet is. Tehát sokat köszönhetek ennek. Na most, tehát látjátok, most itt azt hiszem az iránytű, hogy ez irányvonal. Hát erre abszolút, nem tudom, hogy eléggé érzékletes-e a számotokra, hogy messze máshogy tartott volna az én életem. Ha az a kislány fölveszik az egyetemre, latin tanár, magyar tanár, fordításokat készít, magyar órákat tart, és így tovább, nem oda voltam rendelve. Pedig nagyon, máig nagyon szeretem a költészetet, a verseket, írtam egy olyan könyvet, amit úgy neveztem el, hogy az én szerelem gyerekem azért, mert hogy ugye a szakmával foglalkozás az nagyon kevés időt enged az egyébre, de én az egyébre szánok időket, és összegyűjtögetve mondjuk József Attilának a befejezetlen személyiségvizsgálatát elemeztem, földolgoztam, vagy Kondor Bélának a különleges tehetségnek a festészetét, a szimbolikáját földolgoztam, vagy szimbólumtannal elkezdtem foglalkozni. Szóval ott éltem ki, és élem ki ma is verselemzéseket csinálok, nyelvészeti verselemzés, azért, mert ez hobbi. Mert hobbi maradt az, ami eredetileg szándékom szerint a szakmám lett volna. De az életutam úgy alakult, hogy legyél pszichológus, kerülj olyan helyre, ahol azt tanulod meg, ami a legfontosabb, hogy te aztán így, hogy jó mestered volt, te is mesterré érjél. És hogy nyilvánvaló, hogy az egész életutamnak a továbbiakban már döntő, meghatározó programot adott az, hogy én ott a Lipóton, abban a közegben, a nagyon zárt osztályon súlyos elmebetegeknél kezdtem dolgozni. És megéltem azt, hogy miközben várandós voltam, utolsó pillanatig ott voltam a betegekkel, és megtanultam, hogy nem félek, mert hogy most nem tudok erről többet mondani, nem kell félni. Ha én a másikat úgy tekintem, hogy ő egy embertársam, és ezt érzi, hogy mi minden félén keresztül tudom ezt közvetíteni, azt most nem tudom részletezni nektek, a puszta rágondolás, hogy becsüllek, tisztellek, hogy vagy, mi van vele, törődöm vele. Ez ad egy olyan fajta légkört, ami miatt nem félelmetes az elmebeteg. És olyan borzasztó, hogy közben meg valahogy úgy el van maradva a köztudat abban, hogy hát még régen a zárt osztály, ugye, hát hogy külön kulcsos osztályok voltak. Hát ma már open door, nyílt osztályok működnek, mert ugye erős gyógyszerek vannak, de hát kémiai kényszer zubonnyal lett fölcserélve a hagyományos zubony, ezt viszont tudnunk kell. És még mindig nem jutottunk el oda, hogy úgy tekintsük a másikat, hogy nem a ráakasztott diagnózis szerint, ha szkizofrén, akkor leírjuk, hogy ez már egy hasadásos elmezavar, nem gyógyítható. Nem is mondom nektek, mert nem mondom a pszichiátriai szöveget, mert mások a tapasztalataim. A bővebben erről most nem tudok beszélni nektek. Egy a tény, hogy én ezen az úton úgy haladtam végig, hogy megtanultam azt, hogy mit jelent egyrészt az, hogy a másik embert tisztelem, becsülöm és így viszonyulok hozzá, és még egy, hogy mindig benne látom azt, hogy rendbe fogsz jönni, akarsz. Mennyire akarsz? Legyünk szövetségesek. Akarsz? Akkor én, amit tudok, azt én nyújtom neked, de akkor segíts nekem. És kicsiklandozni a szó szerint az emberekből azt, hogy akarjad, mit szeretnél, mire van szükséged, akarjad. Mert ha akarod, abba tudok segíteni, hogy az menjen. De te akarsz, mert én nem tudlak megváltani téged. Nem én vagyok a te
gyógyító, de ne azt várd, hogy most beülsz a székbe, akkor majd én csinálok valami varázslatot, és elmúlik minden bajod, már aludni fogsz éjszaka, meg elmúlnak a rossz tünetek. Hát egy jó szövetség kell, hogy megérteni, hogy története van a dolgoknak. Az emberi dolgoknak, figyeljetek, nem oka van, története van. A történetet megérteni, honnan jön az, hogy mondjuk azt mondod, hogy indulatos vagyok, és szörnyű, mert elrontom az életet, a házasságomat, mert hogy mint a kuktafazék, robbanok időnként. És ezt nem bírja elviselni. Na de honnan jön ez? Hát most gondold, ez első kérdés is világos, hogy honnan jön ez? Hát valahol te ezt tanultad, láttad, tapasztaltad, honnan van? És visszamegyünk ősidőkbe, gyerekkorba, hogy volt az, hogy mikor látta, hogy az apja robban, vagy hasonló, most csak egy példát mondok így erre, hogy mi az, ami beléd ültette azt a reagálást, hogy ez a legkönnyebb, rögtön kiköpni a feszültséget, rögtön kiadni a feszültséget. Történetet elemezni, történetet fölbont, és a megértés az rengeteget jelent. Na szóval az életutam elrendelt, életútnak tartom az életemet. Oda lettem rendelve, én határozottan ezzel a küldetéstudattal élek, és úgy gondolom, hogy 80 évesen nem vagyok fáradékony, elég egészséges vagyok, nagyon sokat elvállalok, sokat, és a családom óv, és elplegykálom nektek, hát ezt csak így bizalmasan mondom, hogy a gyerekeim, lányom, hát nagyon félt. Ha most tudná, hogy én mégis ma délután eljöttem, mondtam, mama, ugye pihenni fogsz, és de hogy nem, de persze tudja, elmondom utólag, mindig megtudja, hogy mi van, de hogy nem hiszi el nekem, nem hiszi el, hogy azért nem fáradok el, mert úgy érzem, hogy ez a dolgom, azért élek, azt kaptam, egészséget kaptam, erőt kaptam, mindazt kaptam, és ezért tudok hálát adni. És akkor most még csak kitekintés a boldogság pszichológiára, pozitív pszichológia, boldogság pszichológia 2000 óta bontotta a zászlóját ki ez az irányzat, ami csak arra próbál minket megtanítani, hogy alapvetően mi boldogságra született emberi lények vagyunk, és hogy nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokat valahogyan tudomásul vegyünk. Az egyik ilyen dolog, amit tudomásul veszünk, hogy az, hogy mennyire vagyunk megelégedettek, mennyire érezzük jól magunkat a bőrünkben, az olyan tényezőkön múlik. 10% az anyagiak. Az integratív boldogság elme, 10% az anyagi javak szerepe, ezt ha hiszitek, hanem ez így van, hát nem tudom az egész tudományos vizsgálatot elétek állítani, Szonya Jubomirszky magyarul is megjelent könyvébe, olvashatjátok. 10% az anyagi javak. Mi az, ami rendkívül döntő? Akkor most sorolom, Harvard Egyetemen, Wisconsin Egyetemen 50 éven át, 75 éven át folyó longitudinális vizsgálat, csak azt nézték, mit ez boldoggá, mitől vagy talpon, mitől vagy egészséges, és mitől vagy hosszú életű, nevezetesen már rám is vonatkozik, hogy a 80 évet elhagytad, és még élsz. Tehát hosszú életű vagy. És hogy a következő derült ki, és ezek döbbenetesek, és ezzel már gondolom be is kell, hogy zárjam a mondani valómat, mert nem lehet az idők végezetéig, és tisztelem igazán a figyelmeteket, de képzeljétek el, a Harvard vizsgálatban azt igazolták. Most jelenleg is egy nagyon jeles professzor vezeti azzal, hogy most már át kell adni egy nála fiatalabbnak, mert hogy állandóan ugye változnak, folyamatosan megy a vizsgálat, gyűjtik az adatokat, és ellenőrzik. Mik azok a tényezők, amik minket, ezt a hármat biztosítják az életünkben? És újra, mikor a korrelációkat, együttjárásokat nézik, mivel jár együtt, hogy te egészséges vagy. Első helyre jön, kimagasló jelentőséggel faktorsul első helyen, hogy van valakid, akinek fontos vagy, és viszont párkapcsolat. A párkapcsolat az nyilvánvaló, hogy anya-gyerek kapcsolattól kezdve azt igazolja, mi társas lények vagyunk, nem tudunk egyedül létezni. Párkapcsolat. Most a legfontosabb, olyan megtartó erő, hogy a holokauszt túlélők egy része az ilyen interjú információszerző csatornán azt igazolta, hogy azért maradtam életben, mert tudtam, hogy nem bírná ki a párom, hogy én meghalljak, mert meg kell találkoznunk újra. És ez az erő, hogy
nekem élnem kell, ezt akarom, életben akarok maradni. Óriási vitalitás generáló erő. Mert magadért, ahogy magadért nem főzöl, bocsánat, asszonytársaim, igaz, magunkért nem főzünk, de ha az jön a gyerek, az unoka, hát most tényleg csak tapasztalatból mondom, de te is tudod, hogy így van. A másikért már miért teszed meg? Mert örülsz, mikor ott eszik, és te eteted. Etetni, szeretni az ugyanaz a dolog egyébként, összetartozó. Mert akit szeretünk, azt etetjük, ezt figyeljétek meg. És ha szereted a férjedet, ha hazajön dúltan, akkor inkább etesd meg először. Mert sokkal többet érne, mert hogy óriási a jelentősége, mert feszült csökkentő, és érzelmekkel táplálod. Nos, látom, nem tudom, hogyan jól befejezni már ezt az előadásomat, de azért tényleg iparkodom. Boldogságpszichológia. Ki jön az? Tehát van valakid, a második, hogy van családod, tehát, hogy tovább viszed az életet valamilyen módon, és még olyan bizonyítékok is vannak, hogy akinél úgy van család, hogy egy közösségbe, mondjuk egy vallási közösségbe betartozik, és ott például ilyen nevelő munkát, hát tulajdonképpen igen, gyerekgondozást, vagy nevelő munkát, vagy valami ilyesmifélét vállal. Ekkora a jelentősége, mert mi történik a családban? Adunk, adunk és adunk. Észreveszed, hogy folyton adnod kell. És milyen jó adni? Milyen jó, mikor látod, hogy amit te adsz, annak a másik örül. És azt is igazolták, hogy a legtisztább öröm, amikor te látod, hogy másnak örömöt szereztél valamivel. És hogy tisztább öröm, mint bármi más típusú öröm, mert öröm az is, hogyha valami rossz elmúlik. Belegondolsz, megkönnyebbülsz. De a tiszta öröm, a legtisztább, hogy a másik örül annak, hogy te adtál valamit, és te ezen örülsz, hogy ő milyen jól érzi magát. És sokkal jobb adni. Tehát mi egymás segítő adó lények vagyunk. Tehát ez a család, és még a harmadik tényező, ami újra és újra kijön a vizsgálatokból, mindig újra ugyanaz. Hát akkor nem kételkedhetem, hogyha itt évtizedeken át mindig ugyanazt vizsgálják, és függetlenül a körülöttünk változó világtól mindig ugyanarra a konklúzióra jutnak, hogy legyen párod, hogy legyen családod, és hogy legyen egy olyan fajta baráti köröd, vagy ismerettségi, vagy egy, hogy valahova te tartozol. Egy közösség, vagy olyanok, akik számodra fontos emberek, akikkel te tudsz eszmecserézni. Nem tudom már, hogy fejezzem ki magam. Ugye régen ilyen eszmecsere, azt mondtuk eszmecsere. Na hát most én egy kicsit archaikusabb szöveggel mondom el nektek, hogy már Berzsenyi Dániel gyönyörűen megírta ezt. Szívemnek ember és rokonkebel kell, kivel megosztja érzeményeit. Elmémnek elme, mely megértheti, melyben sugárit tükröztetheti. Olyan furcsa ez az archaizáló magyar nyelv, de a lényeget fogalmazza meg, azt, hogy kell, szívemnek ember és rokonkebel kell. Igen, megosztani az érzeményeket, az érzelmeket. Hát nézzétek, a tudomány, haj Istenem, de messzire jutott. Olyanokra hívja fel a figyelmet, amit ősrég az emberi kultúrák saját továbbélésük érdekében alkalmaztak, használtak. A családot akárhogy próbálják szétzilálni, az mindig újra feláll, mert ez az egyedüli lehetőség, hogy egészséges utódok fölnevelődjenek. És hogy ezért szükség van arra, azt mondja az identitáskutatás, mikor vagyunk felnőttek, ha tudunk adni, felelősséget vállalni és elköteleződni. De most ellenkultúrában élünk, egy olyan kultúrában, amelyik egy függeszkedő, dependens kultúra, hogy csak adni, én kapni akarok, mert nekem jár. Nem jár nekünk semmi, bocsánatot kérek, hanem hogy kapjak, mit kapjak? Kapjak elsősorban jólétet, elsősorban pénzt, elsősorban valami olyan, ami egoista módon saját énemet növeli. És hát volt egy Gyökösi Endre nevű lelkipásztor, aki azt mondta, egoitis az betegség, vagy gyulladást jelentő. Egoitis az egónak az fülnagyobbodott, megnagyobbodott gyulladásos állapota. Tehát ilyen egoitisben szenvedő emberek vannak. És figyelj, hát az érvényesülés, hát vannak fogalmak, amik teljesen torzítottak. Te önmegvalósítasz, tényleg? Jól van, csak te egyedül? Jó, fölmész a siker csúcsára.
aztán nincs ott senki, aki tapsoljon a te sikerednek. Hát nincs embered. Hát nincs, aki ünnepel, nincs, aki örüljön neki, hogy hú, de jó, hogy elérted. Hát ez az önépítés öncélúan nagyon súlyos dolog, mert nincs benne semmi öröm. A narcisztikus öröm, mikor valamit van, amin te örömködsz, és csak úgy tudod értékelni, mint narcisszus, hogy a víz tükrébe nézed saját gyönyörűségedet, szépségedet, semmit se ér. Mert azért valamit, ha visszatükröződik, az úgy, hogy te valakiért teszel valamit. Együtt már följuthatunk a csúcsra. Együtt, na de megint miről van szó? Összetartozás, együttműködés. Hát egy kultúra együttműködésre volna képes épülni, akkor úgy fejlődne, szárnyalna. Nem szembeállás, nem kritika és lebecsülés, hanem egymásnak szárnyakat adó erő, együttműködés. Boldogságpszichológia azt üzeni, és a Wisconsin Egyetemen még azt is megnézték, hogy mennyire játszik ebbe szerepet, hogy te ilyen egészséges, meg hosszú életű, meg jó közérzetű vagy, hogy jól érzed magad a bőrödben, és azt derítették ki, föltérképezték, nem csak a egzisztenciális helyzetedet, hogy hogy jutottál el a hivatásban előbbre, hova, és mi lettél, és azt, ahogy értékeli a világ, és te hogy értékeled, hanem azt is megnézték, hogy a származási családban, ahonnan te jöttél, mint gyerek, milyen szülői mintákat hoztál, tehát mi volt az, amit így tudod, 3-6 éves korban így beépítettél magadba, meg amit egyáltalán hoztál magaddal, hogy ez a minta így, hát nagyjából ilyen egy családi élet, és a saját felnőtt életedbe mit tudtál ebből megvalósítani, azt te vagy valami mást. És tudjátok, mi derült ki? Hogyha ez a bizonyos személyes fejlődési vonal, ez olyan, hogy jó volt a gyerekkorod is eléggé. Tehát elég azt mondott, hogy jó, szívesen emlékezem anyámra, apámra, családomra, és meg tudtad csinálni a saját életedben is, kétszeres szorzóval érvényesül, hogy egészségesebb vagy biológiailag, és pszichikusan jobban érzed magad a bőrödben. Hát ennyit arról, hogy mi az, ami a boldogságnak egy nagyon fontos összetevője. Na, ebből következik, hogy mondhatom nektek, életemnek a beépített konfliktusát én megoldottam. Hogy oldottam meg? Meg. Nem lehet konfliktus, nem lehet megoldani, ugye tudod? Nincs. Konfliktusra nincs megoldás, csak túlélés. De hogy? Valamilyen taktikával, valamilyen megoldással. Én legalább annyira szerettem a munkámat, hivatásomat, mint amennyire a családomat, gyerekeimet. És hát bizony ezt úgy oldottam meg, amennyire lehetett, ilyen sántikálva. Mikor mi járunk, egyensúlyvesztés, visszanyerés. Egyensúlyvesztés, visszanyerés. Két láb. Ez a két láb, a munka és a magánélet. Hát én így sántikáltam végig az életet. Hol a családom volt a fontosabb, hol a munkám volt a fontosabb, de valahogy összeállt a dolog, hogy mégis ez is fontos, meg az is mikor, mi volt éppen aktuálisan a legfontosabb, mindig odaadtam valamennyit, és mivel ezt, és ehhez mi kell? Egy pár, egy ember, aki velem szövetséget vállalt, aki valóban társam volt, amíg 46 éven át, és akivel meg tudtunk ebben egyezni, de hogy? És ezt nagyon döntőnek tartom. Olyan nincs, hogy te egyedül érvényesülsz, vagy jutsz valahova, nem. Ha te párban élsz, már pedig így lehet igazán, mint ez kiderült, boldognak lenni, akkor a párodnak is van egy fajta elképzelése, meg neked is. És akkor itt vagyok én, itt vagy te, és így másszóval ketten együtt, és akkor hogy lesz egy mi? Úgy, hogy lesz egy olyan, ami a közös, tudjátok, a két kört lerajzolsz, és lesz egy középső rész, az a mi. Itt vagyok én, ott meg te, és itt a mi. És ez érdemes megrajzolni otthon, hogy te külön hogy rajzolod, mekkora a mi, hogy te hogy rajzolod, hogy mekkora neked a mi. Mindjárt meg ki is derül, hogy mennyit szánunk oda az életünkből, privát életünkből a másiknak, mennyit adunk oda. Érdemes, rajzolt csak le, nagyon, nagyon jó. Na most mi elhatároztuk, hogy ez a mi, ez olyan lesz, hogy én is azt akarom, amit ő akar. Ő is azt akarja, amit én akarok. Mert hogy ő a maga, ő belgyógyász orvos volt. És
belgyógyászorvos elkezdett a pszichológia iránt érdeklődni, a pszichológus társa elkezdett belgyógyászati és pszichoszomatikus területek iránt érdeklődni, ez is az is, úgyhogy mi összeadtuk mindezeket úgy, hogy ő, mikor ő írta a műveit, akkor én fogtam a gyerekeim kezét, mondtam, papa dolgozik, és mi már mentünk is el, és akkor szent volt az idő, és viszont, mikor én elmentem mondjuk hétvégi képzésekre, akkor szépen fogta a férjem a gyerekek kezét, hozta, megszálltak ott egy hotelba, játszottak, nem tudom mi, aztán este összeborulhattunk, együtt lehettünk, én reggel mentem tovább hétvégén dolgozni, tehát megoldottuk, de hogy? Ha nincs segítőtárs, ha nincs jó szövetséges, aki eldönti, én segítelek téged, te meg segítesz engem. Az én szerény tapasztalatom szerint csak így lehet az életet így megcsinálni, ahogyan nekem eddig sikerült. És hát nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, de úgy érzem, hogy eléggé megküzdöttem az életemmel, és valami sikerült, de bármi sikerült, azért csak hálát adhatok. És a hálaadás az része az életemnek. A boldogságpszichológia azt mondja, ha te nem tudsz hálát adni, akkor nem tudsz egy bizonyos dimenzióba fölemelkedni oda, ahová mind tartozunk, mert mind az univerzum páratlan csillagaiként, ahhoz a dimenzióhoz tartozunk, ahová eszünk, képességünk föl nem ér, és azt szeretném még így zárszóként mondani, hogy a mi akadémiánk elnöke Freund Tamás, agykutató, azt mondta, figyeljetek csak, van egy határ. A határig a tudomány fölkapaszkodik, határ fölött senki nem tud semmi biztosat. Mi a te hited, mert oda telepíted a véleményedet. A te ista vagy, az a te hited. Te máshogy gondolod? Az a te hited. De én tisztelem, ha te ateista vagy, mert az téged megtart. Mert valahogy elhelyezed magad az univerzumban. De valamiképp nekünk, emberi lényeknek az univerzumban, a világegyetemben el kell helyeznünk a hittel, a saját meggyőződéssel úgy magunkat, hogy tényleg úgy tudjuk mondani, mint Luther. Itt állok, másként nem tehetek. Ez a meggyőződésem, ez a hitem, és tudom honnan, hova tartok, és így ezért sem az élettől nem félek, se a haláltól nem félek. Ez az én személyes hitvallásom. Nem félek se az élettől, se a haláltól, és hogy hálát adok az Istennek azért, hogy engem életre hívott. És nagyon hálásan megköszönöm, hogy meghallgattatok, és akárhogy bukdácsoltam ma ebben a két vonalban, hogy személyes is, meg szakmai is, azért hát majd megítélitek, hát ha valami kisikeredett belőle. Nagyon szépen köszönöm.